Ethan Winters 2014-ben elvesztette a feleségét. Ez persze nem rendkívüli dolog. Az viszont már inkább az, hogy Mia három évvel később üzenetet küldött Ethannek egy louisianai kúriából. Ezzel elkezdődött hősünk túlélő túrája a Baker birtokon, ahol egy vérszomjas családon felül paranormális tevékenységek és szörnyetegek keserítették meg az életét. Szerencsére túlélte, miát is kimentette, majd Európában folytathatták életüket újszülött gyermekükkel. Azonban négy évvel később a Resident Evil játékok egyik legismertebb hőse, Chris Redfield csúnyán belerondít az idilbe. Ethan újra az életéért küzdhet, ám ezúttal egy hegyek közt megbúvó falucskában, ami mintha megrekedt volna a középkorban. A Resident Evil 7 első látása sok mindennek tűnt, csak Resident Evil játéknak nem. A Capcom ugyanis 19-re lapot húzva alaposan újra gondolta a kisé megfáradt és a gyökerektől eltávolodott szériát. Belső nézetre váltott, újra melegítette a túlélő stílust, kukázta a zombikat, és visszatértünk a rusztikus helyszínekhez is. A döntés sikert hozott, így nem csoda, hogy a stúdió nem változtatott a recepten az új Village alcímű sem, inkább csak kicsit megfűszerezte azt. Először is a fejlesztők helyszínt váltottak, aminek hála a Village hangulatában markánsan eltér a Resident Evil Az atmoszféra a múltban megrekedt kelet-európai falucskával, és Romos Kastélyjal nagyon közel áll a sokak szerint legjobb epizódhoz, a Resident Evil 4 -hez. A játék története szintén erős, talán a legerősebb a szériában. Már az előző résznek is jót tett, hogy szakítottak a klasszikus zombikkal és mutánsokkal, itt pedig a rejtélyek sorára még rátettek egy lapáttal. Ráadásul jó ütembe adagolják a válaszokat, így a késztetés, hogy rájöjjünk, mibe keveredett Ethan a játék végéig kitart. Maga a falu is komolyabb újdonságnak számít, ez ugyanis egy kevéske Open World elemet csempész a Resident Evil Franchise-ba. Úgy képzeljétek el, hogy a falu aféle központi hápként szolgál, innét indulhatunk el a területet uraló lordok levadászására. A település egyes területei a sztori előre haladtával fokozatosan nyílnak meg, újabb és újabb értékes kincseket feltárva. Ami viszont a falon túl van, az a megszokott lineáris fejtörőkkel és rémségekkel teli akadálypálya. Ráadásul meglehetősen változatosak a helyszínek. A bányáktól a szörnygyárakig mindenféle területet megjárunk. Szerencsére ezt a grafikai szépen támogatja a játék maximális beállítások mellett gyönyörűen néz ki. Ám ez komoly vasat is követel. Hősünk szintén tovább fejlődött, immáron például képes védekezésből visszatámadni, ezzel ellökve magától ellenfelét. Ráadásul nem csak a fegyvereit, de önmagát is fejlesztheti, a gyúknak, a pályák különböző pontjain feltűnő kereskedőnek. Helyi valutáért cserében nála vehetünk fegyverfejlesztéseket, lőszert és életet, bár utóbbi kettőt magunk is megalkothatjuk az összegyűjthető alapanyagokból. Ethan emellett leöldösheti a faluban reket jószágokat, úgy mint csirkéket, cocákat, kéket és néhány különleges állatot. Az így beszerzett húst aztán odaadhatja gyúgnak, aki megfőzi nekünk. Ezekkel az ételekkel fejleszthetjük Ethan különböző képességeit, például az életereit, vagy a védekezési képességét. Mindez nagyon jól működik, de hiába a fűszerezés, ha a régi receptből hiányzik valami a Resident Evil Village-be sajnos belerondít az, hogy inkább akciójáték, mint sem túlélő horror. Ugyan még nem éri el a Resident Evil 6 szintjét, ám így is sok a lövöldözés, és nagyon kevés a menekülés vagy a bújkálás. Ez még önmagában nem lenne akkora baj, csak hogy az ellenfelek sem jelentenek komoly kihívást. Legalábbis közepes, az a standard fokozaton semmiképpen sem. Bár az alapszörnyetegek hajlamosak félreugrani, ítenhez olyan lassan közelítenek, hogy ha miközben hátrálunk, bőven van időnk becélozni őket. Ha mégis harapást távolságba érnek, elég csak egy gyors védekezés, aztán egy jól időzített lökés, és már is a túlvilágra küldhetjük őket. Ugyanígy hiába van a Tyrant-hoz és Nemezishez hasonló, folyton a nyomunkban caplató főellenfél, azt nagyon könnyű kicselezni, Részben azért, mert ő sem siet el semmit. És még a bossfájtok -ok sem izzasztóak, mert a legtöbb főmuftit csak addig kell lőni, amíg porrá nem válik. Már gyenge pontok keresésével sem kell foglalkozni. Megildomos elkerülni a fegyvereiket, de mint mondtam, az nem egy bonyolult mutatvány. A én, hogy bár a program hajlamos azt az illúziót kelteni, hogy nincs elég életünk vagy lőszerünk, mire komolyabb harcra kerül a sor, már biztosan dugik leszünk mindennel. Ha máshol nem a boss fészkében találunk egy kisebb hadsereg kiiktatására is elég lőszert, vagy annyi alapanyagot, amiből legyárthatjuk a kellő mennyiséget. Éppen ezért ez a Resident Evil Village nem annyira félelmetes, mint az elődje. Az igaz, hogy a nyomasztó hangulat végig megmarad, továbbá van néhány remek, hátborzongató pillanata, de összességében nem ér fel a Resident Evil 7-hez. Bár mindez kicsit negatív képet festhet a villageről, az újítások, a sztori és a hangulat miatt, mégis azt kell mondanom, hogy ez egy jól sikerült folytatás. Talán nem lesz akkor a közönség kedvenc, mint az elődje, de szégyenkeznie sincs oka. Ha szeretted a Resident Evil 7-et, vagy a Resident Evil akkor ezt se hagyd ki, avagy egy masszív 90%-ot így is megérdemel tőlünk. Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el megnyomni a csengőt, hogy ne maradjatok le további tartalmainkról sem. Ha pedig szeretnétek többet megtudni a Resident Evil Village-ről, akkor látogassatok el a PC Guru oldalára a leírásban található link segítségével. Ezúton is köszönjük a figyelmeteket, tartsatok velünk a legközelebb is!